A Pelikán Néptánc Együttes is készült egy műsorral az augusztus 20-ai ünnepségre Siklóson. A borongós időjárás miatt ugyan a vár lovak termében tartották a programot, sokan részt vettek az eseményen. Rigl Gábor polgármester beszédében felidézte, hogy az államalapítás és a magyarokkal való kapcsolat építése, illetve ápolása hogyan zajlott Szent István korában, és hogyan zajlik napjainkban. Ezt pedig a szűkebb környezetünkre is lefordíthatjuk, tette hozzá. Azt érzékelem és azt látom, hogy évről évre egyre többen vagyunk ezen a csodálatos szent ünnepen, és azokon a szokásos metódusokon túl, ami a szentmise, a kenyérszentelés, az ünnepi kenyérnek a felvágása és elfogyasztása, ezen túl azt látom, hogy erős közösségek, erős civil szervezetek épülnek, vannak itt velünk. Ez bemutatkozott a résztvevők számában, akik mind az ünnepségen, mind a koszorúzáson képviselték magukat, közösségüket. Az emlékezés virágait a Millenniumi Emlékműnél helyezték el, ekkor pedig nem csak első királyunk előtt tisztelegtek, hiszen napjainkban Szent István üzenete minden eddiginél aktuálisabb. Rigl Gábor kiemelte, hogy akár a koronavírus járvány idején, akár a most zajló háború okán a siklósiak emberségből jelesre vizsgáztak. Talán itt a napjainkban bekövetkezett tűzeset kapcsán is elmondhatom, átköthetek ide. Egy olyan összefogást éltem meg, ami nagyon-nagyon jól esett városvezetőként. Az első hívószóra gyakorlatilag mozdult mindenki. Az is, aki egyébként hivatásából fakadóan kellett, hogy mozduljon, és az is mozdult, aki egyébként társadalmi munkában vagy szabad idejében fontosnak gondolja azt, hogy ezért a közösségért tegyen. Itt a polgárőrségre és egyéb olyan civil szervezetekre gondolok, akik mentek és segítettek a pécsi tűzesetben. Vegyük észre az értékeket, vegyük észre a gyengébb, elesettebb embertársainkat és segítsünk. Így kovácsolhatunk egy erős, összetartó közösséget, zárta gondolatait a polgármester.